Az eseményen Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnöke, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, és Farkas Sándor miniszterhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. Kritikus időszakokat élt meg a hazai agrárgazdálkodás az elmúlt időszakban, hangzott el a Tiszaszentimrei fórumon. Az előadók pedig szeretnék felkészíteni a gazdálkodókat a jövő kihívásaira. Ez az időszak egyértelműen bebizonyította, hogy a megfelelő minőségi és mennyiségű élelmiszer folyamatosan, biztonságosan mindenki asztalára, polcára került. Ez volt az első ilyen nagy kihívás, amikor bizonyítottunk, a második az pedig az orosz-ukrán háború kirobbanását követő gazdasági helyzetben is egy nagyon komoly kihívásoknak tudtunk eleget tenni, amellett, hogy volt egy rendkívül kemény 2022 évben bekövetkezett történelmi aszályos időszak, és ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy ezt követően pedig az inflációs év, a 2022 vége, 22 elejétől egészen mondhatni, hogy 23 decemberéig, amit szintén nagyon nehezen, nagyon sok ráfordítással, sok teherrel élt át a mezőgazdaság, de mindig úgymond erősed, a bajokból mindig erősebben kerültünk ki. Ennek főleg az az oka, hogy a magyar kormányzat, Magyarország kormánya megtesz mindent annak érdekében, hogy a vidéken élő agrártársadalom minél szélesebb körben megfelelő biztonsággal tudjon dolgozni. Ehhez megfelelő lehetőségeket is biztosított már 2021-től, 2020-tól, ami megalapozta azt a jövőképet, amit most mi a jövő mezőgazdaságáról gondolunk Magyarországon. A fő célunk az, hogy 2030-ra Európa legfejlettebb mezőgazdasági országai közé tartozzunk. Ma még nem tartottunk ott, de azok a fejlesztési források, amelyek az elkövetkezendő években lehetőségként itt van a magyar gazdatársadalom számára, ez történelmi mértékű, ennek akár magyar kormányzat segítségét figyelembe véve, vagy akár Európai Uniós forrásokat figyelembe véve is, ez egy olyan lehetőség, amivel élni kell. A fórumon többek között elhangzott, hogy a fő célkitűzések közé tartozik az, hogy 2030-ra Európa legfejlettebb gazdasági országai közé tartozzon Magyarország. A vidékpolitika, a területfejlesztés és a társadalom politika kéz a kézben jár, mindenki odafigyel a másik szakterület által fölhalmozott tudásra, eredményekre, és a magunk részéről mondhatom, hogy F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr és a térségeink, a vármegyében található négy térség országgyűlési képviselő nevében is mondhatom, hogy elsőrangú célkitűzésünk segíteni Magyarország kormányának agrárpolitikáját, segíteni az Agrárminisztérium szakembereit is, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakembereit abban, hogy segítsenek felkészülni a gazdálkodóknak a rájuk váró kihívásokra, megfelelni a piaci folyamatok okozta anomáliák közepette, a korszerűsítésben, a gazdaságátadásban, akár az életkorfából adódó kihívások kezelésében is megfelelő segítséget nyújtani információkkal, véleményekkel, és nagyon köszönjük, ha már itt az önkormányzatok is megszólalhatnak, nagyon köszönjük azt az elkötelezettséget, amit a kistermelő élelmiszerek piacra nyújtotta az Agrárminisztérium a helyi piacok fejlesztésén keresztül.